Radics ugrik, és tovább is tudja csúsztatni Skribák. Pap László megszerzi a labdát, és ez így nagyon jó, Skribák. Skribák, az lövőhelyzet, Skribák, és ott van a gól, megvan a vezetés, gyönyörű gól Skribák ellen. Remek labdát kapott, bevitte, és kiválóan rúgta el. Skribák ellen góljával 1-0-ra vezet a Puskás Akadémia az Illés Akadémia ellen. Megvan tehát a vezetés. Vest jelzett ugyanaz asszisztens, de miután a játékvezető nem vette észre, mehetett tovább. Pap Zsombor nem jött ki. És akkor ez most így veszélyes. Halmai, Pap Zsombor, Halmai még mindig, Halmai, és egyenlíteni tud. Halmai Ádám nem hagyta annyiban. És ezzel egyenlít az Illés Akadémia. Hát nagy kár ezért, mert nem volt meg az egyetértés, Pap Zsombor sem jött ki jól, inkább nem is jött ki, és Tajti Balázs pedig a jobb hátvéd pozíciójában hibázott, és a többiek rövidre, és bepattan, hihetetlen, kiről ment az be? Éha! Nem láttam innen, hogy kiről pattant be, de 2-1-re vezet a vendég Illés Akadémia. Ez nagyon nem jó. Gyere, gyerekek, bravo! Gyere! Körmendi. Skribák. Szép, Körmendi kapja. Még ott van. Többen is ugranak. Lövés nincs egyelőre. Majd most Pap László. Óriási gól! 2-2. Pap László gyönyörűen tekert el. Sipos lepasszolja, és ahogy kell, ahogy tanítják, Pap László, csodás tekerés volt. 2-2. Pap László találatával tehát. Megvan a második hazai gól. Körmendi húzás, Skribák. Így jó. Pap, mehet tovább, Pap gólhelyzetben, Pap gól! 3-2-re vezet a Puskás Akadémia, Pap László második góljával. Skribák még a földön, nagyot kapott, de így volt a jó, mert így pattant Pap Lászlóhoz, aki utána újabb nagyon nagy gólt lő. A 80. percben 3-2 tehát. Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, úgy gondolom. A játék alapján abszolút teljesen megérdemelten szereztünk vezetést. Lehet, hogy az ellenfelünk egy picit többet birtokolta a labdát, kezdeményezőbbek voltak, viszont az, amit elképzeltünk a mérkőzés előtt, az abszolút ült, vezetést tudtunk szerezni. Ezután egy meg nem értésből egy védelmi hibát kihasználva az ellenfelünk egyenlített. Én úgy éreztem, hogy ott akár megrúghatták volna a második, harmadik gólt is, ott egy picit gödörbe kerültünk, viszont a félidő vége az újra a miénk volt. Ott egy ordító zicsert ki is hagytunk. Második félidő nagyon rosszul indult, egy pontrugás után gólt kaptunk. Bíztam benne, hogy a srácok ezt pozitívan fogják feldolgozni. Így is tettek. Lehetőségünk volt már rögtön a gól után, hogy kiegyenlítsünk. Majd sikerült két nagyon szép góllal megfordítanunk. Hát a vége az nem volt annyira szép, de a játékosok, én azt gondolom, hogy azt játszották, amit ilyenkor kell egy ilyen mérkőzésen.